Negyedmilliárdos beruházás, több mint 250 millió forintos Európai Uniós támogatásból újult meg Kölcsén a szennyvíztisztító telep. Előrejelző rendszer, mint egy 2,5 milliárd forintnyi Európai Uniós támogatással valósul meg az árvízvédelmi, üzemirányítási és monitoring hálózat. Új hitelprogram, 60 milliárd forintos technológiai támogatás indul kis- és középvállalkozások részére. Több mint 250 millió forintos Európai Uniós támogatásból újult meg Kölcsén a szennyvíztisztító telep. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. A létesítmény 1998-ban épült, 2005-től pedig Sonkád és Fülest községet is teljesen lefedi szolgáltatásával. Az elmúlt években túlterhelt lett a telep, ezért vált szükségessé a szennyvízhálózat bővítése és korszerűsítése. Kölcse községben 1998-ban készült el a szennyvíztelep, ekkor még szippantókocsival hordták be a szennyvizet. Ezt követően 2005-ben kiépült egy szennyvízhálózat, amely Kölcse, Fülest és Sonkád településének teljes lefedettséget biztosított. Ekkor épült meg a tisztítótelep első üteme is. Az üzemeltetés alatt a települések csatornába történt bekötése átlagosan 62%-on mozgott, így a szennyvíztisztítótelep jelentősen túlterhelt volt. 2014-ben 6 milliós állami támogatással elkészültek a tanulmánytervek, 2016. szeptemberében aláírtuk a kivitelezővel a megvalósításhoz szükséges szerződést, illetve 268 milliós állami támogatással sikerült eljutni a mai naphoz, hogy át tudjuk adni az új szennyvíztelepünket. A korábbi túlterheltség jelentős veszélyt jelentett a környezetre is. Ez az új tisztítótelep 260 köbméter per nap hidraulikai kapacitást tud megtisztítani, azt úgy kell elképzelni, hogy átlagba ennyi víz tud rájönni. Ez körülbelül 2-3 ezer embernek a szennyvízének felel meg, tehát így van kalkulálva, és alapvetően egy speciális, jól bevált aerob technológiával tisztítjuk meg a vizeket. A gyakorlatban ez annyit jelent, hogy meglevegőztetik a vizet, ennek során pedig a mikroorganizmusok, baktériumok lebontják azokat az anyagokat, amelyek közvetlenül a felszíni vizekbe kerülve komoly károkat tudnak okozni. Hasonló korszerűsítésre más településeken is szükség lenne. Beszéltem Tivadarról, Kisarról, Nagyarról, de mondhatnám Darnó, Jángmajt is, Csegöld. Tehát érzékeny vízbázisú területen van még teendőnk, nem csak itt a szatmári részen, hanem még a Felső-Szabolcsi részen is. Itt ezen dolgozunk, hogy lehet majd ezeket a településeket is bevonni. De itt visszatérve a helyi beruházáshoz, itt működött már korábban is. Ez egy szennyvíztelep, tisztítótelep korszerűsítés volt. Ez a 21. századi magyar fejlesztésű rendszer 270 millió forintból épült meg Kölcse határában. Mintegy 2,5 milliárd forintnyi Európai Uniós támogatással valósul meg az az üzemirányítás és monitoring hálózat, amely a vásárhelyi terv továbbfejlesztése keretében az eddig megépült árvízi tározókat és árvízvédelmi területeket is érinti. Az új előrejelző rendszer a Zagyva, a Körösök és a Tisza völgy teljes területén képes lesz csökkenteni az esetleges árvizek hatását, ezáltal az elkészült rendszer több mint 500 000 ember biztonságáért felel majd. Az árvízi árapasztó rendszer már évek óta működik a Felső-Tisza vidékén. Jelenleg 3 nagy elkészült tározó van a megyében, amelyekhez egy újabb Tisza-Túr közén tervezett műtárgy építése kapcsolódik majd. A jelenlegi beruházás keretében megvalósuló üzemirányítási és monitoring rendszer feladata részben ezeknek a tározóknak az összehangolt működtetése. 2,5 milliárdos KEHOP projektről van szó, az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a területen érintett 3 vízügyi igazgatóság összefogásával valósul meg. A legfőbb cél az, hogy a megépült és megépítendő létesítményrendszerek elsősorban az árvízi tározóknak az összehangolt üzemrendjét dolgozzuk ki, megfelelő távjelzőrendszer kiépítésével, előrejelző rendszerek, modellek meghatározásával, hiszen itt az a legfontosabb, hogy optimális időpontban tudjuk nyitni az árvízi tározókat, és a legjobb, leghatékonyabb árapasztást előidézni a töltések közötti rendkívüli árvizek esetén, és hát természetesen az is nagyon fontos, hogy a feltöltött árvízi tározókból a vizet milyen ütemezéssel bocsátjuk vissza a folyóba, hiszen tudnunk kell, hogy mi történik az alsóbb szakaszokon is, és hát ennek nagyon komoly nemzetközi összefüggései is vannak, hiszen a Tisza árvizei a külföldi vízgyűjtőkön keletkeznek, nagyon fontos a román
ukrán kollégákkal, a szlovák kollégákkal a kapcsolattartás ez ügyben. Kovács Sándor, a beruházás szakmai vezetője azt mondta, gyakorlatilag a vízforgalmát figyelik az új rendszerrel, és a változásokból végeznek számításokat. Ha szükség van beavatkozásra, akkor pedig ennek a rendszernek az irányítása alatt működtetik majd a tározókat. A tározók segítségével mi úgy nevezzük, hogy ezeket az árhullámokat le tudjuk skalpolni, tehát a magas vízszinteket le tudjuk csökkenteni. Attól függ, hogy hol helyezkedik el a tározó, megkorozott a tározónak a kapacitása, akár 60, de esetleg méteres vízszint csökkentéseket is el tudunk érni. Ez viszont nagyon komoly olyan szempontjából, hogy ezek a több mint 60-70 cm-es vízszint csökkentések lényegesen tudják csökkenteni a kockázatot, illetve a veszélyérzetet mind a lakosság számára, és természetesen tudják csökkenteni és segíteni a videkezőkben résztvevő dolgozóknak a munkáját. A projekt véglegesen 2019 tavaszán fejeződik be, de addig is szükség esetén már élesben tudják működtetni a meglévő rendszereket. Új technológiai fejlesztési hitelprogram indul. A 60 milliárd forintos programra kis- és középvállalkozások pályázhatnak 0%-os kamattal, járulékos költségek nélkül. Comba Csaba, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei elnöke 35 perc című műsorunkban elmondta, a közeljövőben várhatóan rövidülhet a pályázatok elbírálási ideje. Új hitelprogram érhető el szeptembertől a kis- és középvállalkozások számára. A 60 milliárd forintos támogatás a vállalkozások technológiai korszerűsítése érdekében indul el. Ez azt jelenti, hogy a kis és közepes vállalkozások, de a mikrokat is beléthetjük, pályázhatnak maximum 50 millió forint összegkeret összegig, 1 millió a minimum, és azt kell még kiemelnünk ebben az esetben, hogy kezdővállalkozás is pályázhat, tehát korábban kezdővállalkozások nem mindig, vagy többnyire nem pályázhattak, csak azok, akik már működnek, egy vagy két, vagy esetleg több eredményes évük volt, most teljesen kezdővállalkozások is, éppen azért, hogy a technológia korszerűsítését el tudják indítani a vállalkozásoknál kezdő szinten is. Ők náluk annyi a megkötés, hogy csak 25 millió forintot vehetnek maximum igénybe. Ennél a pályázati lehetőségnél a felvett hitelkamata 0%-os, illetve más pályázatokkal ellentétben nincs járulékos költsége sem, így egyedül a felvett tőkét kell visszafizetnie a vállalkozásoknak. Comba Csaba elmondta, a közeljövőben lehet számítani arra, hogy a pályázók gyorsabban juthatnak hitelhez. Ezzel mindig gondja van a vállalkozásoknak, hogy a piaci helyzete megkívánja az, hogy valamiben lépjen, mondjuk épp egy ilyen technológia korszerűsítésben, ehhez nincs meg a saját pénzeszköze, ezért pályáz, és aztán majd elbírálják egy fél év múlva. Hát az neki már nem jó, vagy adott esetben még később hallottam olyat is, hogy közel egy év alatt bírálták el a pályázatát. Van, akit akkor utasítottak el, van, akinek akkor hagyták jóval. Tehát ez nem megy egy vállalkozásnál, mert most kialakult egy új piaci kapcsolata, vagy a meglévőt bővítenie kell, mert a rendelés állománya mondjuk megnőtt a duplájára, ad abszurdum, mert ez ritkán volt elő, de mondjuk lényegesen megnőtt, neki most kell lépnie, hogy tudjon teljesíteni, tudjon szállítani. A támogatások elérhetők az MFP pontokon, illetve a Széchenyi programirodáknál. A pályázati piacon jelentős változás még, hogy a megszűnt támogatásoktól elvont pénzeket más, sikeresebb pályázatokra fordítják. Vastag és végbélszűrési program indul ősztől. Az egészségügyi kormányzat várakozásai szerint a következő két évben mintegy 2,4 millió 50 és 70 év közötti férfi és nő vesz majd részt az uniós és hazai forrású programban, jelentette be az emberi erőforrások minisztere. Kásler Miklós elmondta, a szűrőprogram elindítását 1993 óta tervezik, és ezzel a ményak és az emlőrák szűrés után teljessé vált a korai stádiumban szűrhető daganatfajták szűrési palettája. A miniszter arra hívta fel a figyelmet, hogy évente mintegy 5000 beteg hal meg vastag- és végbélrákban, pedig ez a betegség, ha időben felismerik, megelőzhető és gyógyítható. Kásler Miklós kiemelte, a vastag- és végbélrák szűrés két évente megismétlik majd. A vizsgálandók első csoportja várhatóan szeptemberben kapja meg a meghívó levelet. A betegek a körzeti orvos segítségével értesítést kapnak arról, hogy a szűrési lehetőség megnyílott,
mindenki megkapja az útmutatást a teendőkről, mindenki megkapja a tartályt a vizsgálandó mintához, azokat megfelelő laboratóriumokba kell beküldeni, ahol a vizsgálatokat elvégzik, abban az esetben, hogyha felvetődik a tumorgyanú, abban az esetben pedig sor kerül a diagnosztikai vizsgálatokra. Igazságos felvásárlási árat érdemelnek az almatermelők, jelentette ki Aranyos Gábor az MSZP nyíregyházi sajtótájékoztatóján. A választókerületi elnök kiemelte, előzetes információk alapján már augusztus 10-e előtt jelezték az Agrárminisztérium illetékeseinek, hogy válsághelyzet alakulhat ki a léalma felvásárlási ára miatt, illetve hogy a minisztériumnak több lehetősége és eszköze van arra vonatkozóan, mint amit eddig felhasznált. Aranyos Gábor a párt nevében felszólította Nagy István agrárminisztert, hogy hétfőtől alkalmazza azokat a rendkívüli eszközöket, amelyek jogköréből adódóan rendelkezésre állnak. Aranyos Gábor hozzátette, pártja kiáll a gazdák mellett, és mint mondta, megtesznek mindent annak érdekében, hogy a léalma felvásárlása legalább 25 forintos kilónként járon történjen meg. Időben jeleztük a agrárminisztérium illetékesének, hogy ebből nagyon nagy probléma lesz, hiszen előzetesen tudtuk azt az árat, hogy jelzések érkeztek, ami alapján ezt a folyamatot, ami elindult, ezt pontosan lehetett látni előre. Ezért pontosan jeleztük azt, hogy a kormánynak milyen rendkívüli és nem rendkívüli eszközök állnak rendelkezésére, az arra vonatkozóan, hogy ezt a helyzetet meg tudja oldani. Vannak jogi, közjogi és egyéb más intézkedések, illetve van egy olyan része, amikor a Magyar Kereskedőház ZRT is be tud és be lehetne avatkozni, ezzel is úgymond az árakat egyrészt meg lehetne oldani, másrészt pedig szociális intézkedésekben is lehetne ezt hatékonyan. Soha nem volt még ennyi munkácsi kép egyszerre kiállítva Magyarországon. Két helyiségben összesen 50 festmény látható a Nyíregyházi József András Múzeumban. A műveket augusztus 20-ától egészen október közepéig lehet megtekinteni. A várakozások szerint 250 ezeren is láthatják majd a nem mindennapi kiállítást. Benne van munkácsinak a világban. Pák Imre éppen azt mutatja, hogy a festő a legenda szerint az elkészült friss képet a kézjegye mellett az új lenyomatával is ellátta. A műgyűjtő két részletben összesen 50 munkácsi festményt bocsátott a Nyíregyházi József András Múzeum rendelkezésére, így a megyeszékhelyen az országban egyedülálló méretű tárlat látható a világhírű festőműveiből. Nem minden nap lehet 50 munkácsit egyben látni, nem csak azért, mert ez értékes, hanem azért, mert ez a magyar nemzetművészet történetének egy része, még hogyha európai is, amit Munkácsi festett, és nem lehet minden nap egyben látni olyan festőnek olyan alkotásait, ami a világban is ismert. Tehát ezért teszi egyedivé ezt a kiállítást, mert Munkácsit nem csak mi ismerjük, hanem nemzetközileg is elismert, ugyanúgy, ahogy a festményei is. Pák Imre a festmények tulajdonosa, a 90-es években kezdett munkácsi képeket gyűjteni. Azt mondja, a befektetési lehetőség mellett azért is döntött a 19. századi festő mellett, mert egyrészt munkásról származó lokálpatriótának vallja magát, másrészt pedig szeretné munkácsi műveit ismét világhírűvé tenni. Ezt az egész kiállítás sorozatot, amelyet 2005-ben indítottunk el, ilyen kettős céllal indított. Egy, bemutatni Munkácsit elsősorban Magyarországon, de most már a világnak is. A másik célunk, ami nem kevésbé fontos, vissza akarjuk állítani őt a megillető helyére a művészettörténelemben, hiszen az élete alatt ő egy híres, elfogadott, világhíres festőművész volt. Na most erre a szintre szeretnék őt visszavezetni, és ezért mutatjuk be Munkácsinak a művészetét, nem csak Magyarországon, de világszerte is. A kiállítást október 14-ig lehet megtekinteni a Nyíregyházi József András Múzeumban. A csütörtök esti megnyitóval elkezdődött Nyíregyházán a megyei jogú városok 16. sport találkozója. Pénteken és szombaton 22 város csapatai versengenek 5 sportágban a győztesnek járó Vándor Serlegért. Első alkalommal 2002-ben Egerben rendezték meg a megyei jogú városok sport találkozóját.
A cél az volt, hogy az önkormányzati képviselők és a hivatalok dolgozói a sporton keresztül minél jobban megismerhessék egymást. Az elmúlt másfél évtizedben az egyik legnagyobb önkormányzati szabadidősport eseményé nőtte ki magát a találkozó. A verseny szabályai szerint mindig az előző év győztese rendezi a viadalt, így ezúttal a 2017-ben Debrecenben élen végző nyíregyháziak látják vendégül 22 megyei jogú város csapatát. Ez kétszeresen is történelmi esemény, mert az elmúlt évben először nyert a nyíregyházi csapat, ezért lehetünk most házigazdák. Másrészt pedig először fordul elő, hogy mind a 22 megyei város csapattal részt vesz. Ugye mi házigazdaként nem versenyezhetünk, mi szervezünk. Ez egy nagyon-nagyon fontos esemény, mert meg tudjuk mutatni azt, hogy Nyíregyháza milyen város a sport területén is. Másrészt a polgármesteri hivatalokban, önkormányzatoknál dolgozók itt kötetlenül tudnak találkozni, és ráadásul egy ilyen csodálatos város megismerni, mint a mi városunk. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár elmondta, hogy a rendezvény a sport és az egészséges életmód népszerűsítését is szolgálja. El kell juttatni a lakossághoz, hogy mennyire fontos az egészséges életmód és a mozgásgazdag életmód, hiszen egyetlen egy eszköz van a kezünkben, és az a sport, hogy megtartsuk az egészségünket, és ők azok, akik szabad idejüket is felhasználva arra, hogy sportosan éljenek, megmutatják a nagyvárosok képviseletében, hogy bizony ezt tovább kell adni, és bizony példaképként itt állnak most ők, hogy versenyezni fognak. Biztos, hogy mindenkiben benne van a versenyzés, de azt gondolom, hogy a közösségteremtő erő és a közösség az, ami inkább motiválja őket, hogy egy olyan közösségbe lehetnek, amely ad arra, hogy a gyerekeknek és a családoknak és az idősebb korosztálynak is el tudják jutni, juttassák ezeket az üzeneteket elvégre. 5 sportágban fogják képviseltetni magukat. A 16 fős csapatok speciális öttusában, minifociban, tekében, strandröplabdában és sárkányhajózásban mérik össze tudásukat Nyíregyházán. A felkészülés közepén jár a Máté Szalkai MTK női kézilabda csapata. Az MB2 északkeleti csoportjában induló együttes keretében nem volt jelentős változás. Az MMTK szeptember 15-én hazai pályán a Mezőkeresztes ellen kezdi a bajnokságot, amelyben dobogós helyen szeretne végezni a Vakarcs Krisztina által irányított gárda. Augusztus 6-án kezdte el a felkészülés napi 2 edzéssel a legutóbbi szezonban 4. helyen végző Máté Szalkai női kézilabda csapat. A játékosként továbbra is bevethető Vakarcs Krisztina irányításával az első időszakban a fizikai felkészítésen volt a hangsúly. A folytatásban aztán előkerült a labda is, sőt a Vitka és a Fehérgyarmat ellen már meccset is játszott az MMTK. A játékos edző elégedett az eddig elvégzett munkával, de mint mondta, van még mit tenniük a bajnoki rajtig. Egy kőkemény edzőtáboron vagyunk túl, és most már ráálltunk a napi edzésre. Itt már a lányok spinningen, illetve homokban való tréningen vettek részt. Én azt gondolom, hogy jól sikerült a felkészülés, de még nagyon sokat tennivalónk. A játékos keretben nem volt túl nagy mozgás, a kapus Jureska Kitti végleg távozott, érkezett viszont 3 új játékos a csapathoz. 3 játékossal erősítünk, most talán úgy néz ki, hogy úgy tudjuk kezdeni a szezont, ahogy szeretnénk, hiszen 2 kapust igazoltunk még a meglévő fiataljaink mellé. Egy korábban Debrecenben, Derecskén és most legutóbb Nyírbátorban védő kapust, és egy fiatal üdvöskét, aki gyakorlatilag tőlünk ment el, Bodó Pannikát sikerült visszacsábítani, aki részben az egyetemi tanulmányai miatt szüneteltette, részben pedig Kisvárdára igazolt el NB1-be, és onnan is igazoljuk most vissza. Emellett egy fiatal játékosunk, Drabik Panna is visszajött, debreceni játékos volt az elmúlt időszakban, úgyhogy ő is erősíteni fogja a csapatot. A csapat nagy része ezáltal ugye egyben van, céljaink között természetesen az szerepel, hogy a dobogón végezzünk, de hát minél fényesebben csillog az az érem, annál jobb lenne, így a szakvezetésnek is ez volt az előzetes kitűzés és elvárása. A bajnokságot szeptember 15-én hazai pályán a Mezőkeresztes ellen kezdi a Máté Szalkai MTK. Az északkeleti csoportban Szabolcs, Hajdú, Borsod és Heves megye képviseletében 11 csapat küzd majd a pontokért. A 13-szoros Grand Slam győztes szerb Novák Djokovic lesz Fucsovics Márton ellenfele az első fordulóban a hétfőn kezdődő US Openen. A világranglistán 40. helyen álló nyíregyházi teniszező jelenleg 6. helyezett riválisa legutóbb a döntőben Roger Federert legyőzve nyerte a Cincinnati-ben rendezett ATP 1000-es tornát. Most pedig híradók végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden.
Több mint 250 millió forintos Európai Uniós támogatásból újult meg Kölcsén a szennyvíztisztító telep. A létesítmény 98-ban épült, 2005-től pedig Sonkád és Füles községet is teljesen lefedi szolgáltatásával. Az elmúlt években túlterhelt lett a telep, ezért vált szükségessé a szennyvízhálózat bővítése és korszerűsítése. Mintegy 2,5 milliárd forintnyi Európai Uniós támogatással valósul meg az az üzemirányítási és monitoring hálózat, amely a vásárhelyi terv továbbfejlesztése keretében az eddig megépült árvízi tározókat és árvízvédelmi területeket is érinti. Az új előrejelző rendszer a Zagyva, a Körösök és a Tiszavölgy teljes területén képes lesz csökkenteni az esetleges árvizek hatását, ezáltal az elkészült rendszer több mint 500 000 ember biztonságáért felel majd. Legalább 1 millió, legfeljebb 50 millió forint keretösszegű támogatást igényelhetnek a kis- és középvállalkozások, amelyet technológiai fejlesztésekre fordíthatnak. A közeljövőben várhatóan lerövidül a pályázatok elbírálási ideje. A támogatások elérhetők az MFB pontokon, illetve a Széchenyi programirodáknál. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták augusztus 24-én pénteken, friss hírekkel legközelebb hétfőn este várjuk majd Önöket, hétvégén pedig heti hírösszefoglalónkat, a Krónikát láthatják. Tudósításainkat internetes oldalunkon is elérik. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk záporokkal. Eleinte még igen meleg, változó nedvesség tartalmú levegő áramlik térségünk fölé, majd szombat délután nyugat felől hideg front éri el a Kárpát-medencét. A nyugati ország részben már több fokkal mérséklődik a meleg. Az előttünk álló éjszaka változóan felhős idő lesz. Zápor, zivatar több helyen várható. A változó irányú szél helyenként megélénkül, de zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. Reggelre általában 18 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben gyengén és erősebben felhős időszakok és területek váltakoznak. Záporzivatar több helyen kialakulhat. A nyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. Délutára 28 fokig emelkedik a hőmérséklet. Fronthatás nincsen térségünkben. Vasárnap eleinte keleten, délután nyugaton süthet ki hosszabb, rövidebb időszakokra a nap, de általában erősen felhős idő lesz a jellemző, és sokfelé számítani kell esőre, záporra, zivatarra. Az északnyugati szél főleg a Dunántúlon több helyütt viharossá fokozódik. A délkeleti megyékben még meleg lesz, máshol jelentősebben visszaesik a hőmérséklet. Hétfőn nyugat felől csökken a felhőzet, a középső és a keleti ország részben is egyre kevesebb helyen valószínű csapadék. A következő napokban sok napsütésben lesz részünk, a viszonylag kevés gomoly felhőből csupán egy-egy zápor fordulhat elő, újból melegszik a levegő.